Szeretettel köszöntök mindenkit szakkörű nevében. Külön köszöntöm Patkós Évárt városunk alpolgármesterét, a képviselőtestület megjelent tagjait, valamint Pete Lajost művelődési házvezetőjét. Felkírom Patkós Évárt alpolgármesterét, hogy köszöntse a vendégeinket. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves vendégeink, kedves Erzsike, különös öröm az, amikor eljöhetünk ide hozzád, és egy olyan csodálatos kiállításban gyönyörködhetünk, amely a szemünk előtt formálódik, érlelődik, és valami hihetetlenül csodálatos az a produktum, amit elkészítettél. A múltkor egy kiállításról jöttünk Erzsikével hazafelé, és azt a hímzésről beszélgettünk. Beszélgettünk arról, hogy milyen kutatásai vannak, melyek azok, amelyekkel már előre haladt, és mi az, amiben esetleg a városnak is a segítségét kéri. Nagyon jó volt hallgatni egész úton azt, hogy mi az, amit már elvégzett, mi az, amiben a szükségét érzi annak, hogy kapjon egy kis segítséget. Egy olyan emberrel beszélgethettem egész úton, aki egy hihetetlenül elhivatott ember. Az, aki azt a fajta népművészeti örökséget, amely nálunk Mezőtúron is ma már szerencsére felkutatásra kerül, azt ő képviseli. És én nagyon szépen köszönöm, Erzsike, azt az utat is, amíg hazajöttünk és tudtunk beszélgetni. Köszönöm ezeket a gyönyörű, szép kiállított tárgyakat, amelyeket elhoztál. Valóban megérdemelnék azt, hogy az elkövetkezendőben Mezőtúr értékei közé sorolhatnánk. És nagyon boldogok vagyunk akkor, mi mezőtúriak pláne, hogyha egy olyan gyönyörű, szép hímzéssel gazdagodik a mi értéktárunk, amit te képviselsz. Annak idején Anikóék voltak azok, akik elkezdték ennek a kutatását, és mindig azt mondták, hogy de kell, hogy legyen valahol, kell, hogy legyen olyan, ami egy igazi mezőtúri a fazekasságon kívül. És lám, te ezt bebizonyítottad, hogy valóban van hihetetlen nagy érték, amit megteremtettél, és újra visszahoztál. Az a kutató munka pedig, amit végzel, az mezőtúrt színesíti, gazdagítja, és igyekszik abban, hogy ne felejtsük el sohasem azt, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk és hová tartunk. Ezzel a csokorvirággal szeretném megköszönni Mezőtúrváros önkormányzata és Szisdányi polgármester úr nevében is azt, hogy ilyen áldozatkészen kutatod és értékelteted velünk azt a fajta gyönyörű értéket, ami van Mezőtúron. Fogadj sok szeretettel tőlem. Picit még csak annyit a kutató munkához, hogy csoportosan kezdtük el, tehát benne van Sőrés Erzsébet is, és a csoportom is, a kézi munkák hímzésében is, tehát ez egy közös program, de azért nagyon sok fele én képviselem a szakkört, és akkor így mind, én, mint nyugdíjas, mindenre ráérek, és akkor így mindig az én nevem jön előre, de ez nem a sajátom, hanem a közös csoportommal együtt készítjük, meg készülünk ezután is a dolgokra, és folytatjuk a kutatást. Köszönjük ki mit talál. Én is köszönöm. Köszönjük a kedves szavakat! A mezőtúri szűcshímzés kutatása és újjáélesztés számunkra nagyon fontos, hiszen ez városunk népművészeti értékeit bővíti. A kutatások javarészt szakkörünk vezetőjének köszönhető, aki töretlen erővel, rengeteg energiájával végzi munkáját. Most szeretném megkérni Nagy Sándor Erzsikét, hogy ossza meg velünk a kutatások eredményét, valamint a mintakincs felhasználásával elért eredményeket. Köszönöm szépen a kedves bemutatást, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves megjelent vendégeinket. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy Veresné Patkós Icuka megjelent Benedek Vista bácsinak a tanítványa. Volt kolléganő, nagynék is, Ilona, tehát még hál' Istennek vannak köztünk olyan emberek, akik személyesen is ismerhették Vista bácsit. Hát próbálok rövid beszédet tartani, mert ha én hozzáfogok a szűcsökről, a mintakincsről beszélni, akkor én azt akár 3 hétig is tudnám folytatni. Ezért leírtam mindent, és fel fogom olvasni, hogy rövidre vegyem a dolgokat. Először is szeretném a nem mezőtúri vendégeinknek bemutatni egy kicsit a városunk jelenét és múltját.
Mezőtúrváros Jásznagykun Szolnok vármegyében a mezőtúri járás székhelye. 2019 KSH adatai alapján a 9. helyen szerepel Magyarország 100 négyzetkilométerénél nagyobb települései közül. Az első írásos emlékek a településről az 1205-1235 közötti időszakból való, a váradi Regestrum jegyzőkönyv Túr és Villatúr név alakban említi. Ettől kezdve királyi okleveleinkben már gyakrabban előfordul, 1562-ből pedig ismerünk adatot Nagy Túr névhasználatra is. A 14. századtól egyre inkább előnyös helyzetbe került a környező településekkel szemben. A Sárét mocsárvilágán át az egyetlen járható út a mezőtúri révnél kezdődött. Ez volt a legrövidebb út a szolnoki réven keresztül Budáról Erdélybe vezető utak közül. Az átkelőhely fontos városfejlesztő tényező lett. Így a század második felében Túr is a mezővárosok sorába lépett. Mezővárossá nyilvánító oklevele 1378-ból Nagy Lajos királytól származik, aki több ízben is megfordult Túron, mint mezőváros, vásároztatási jogot kapott, vámmentességet, sőt vámszedési jogot élvezett. A túri vásárok már a 15. században látogatottak és nagyon híresek voltak, jelentőségük a török hódoltság idején tovább nőtt. Mezőtúr kulturális téren századokon át középpontja volt a vidéknek. 1530-ban csatlakozott a reformációhoz. A kereskedelem mellett virágzott a kézműipar, különösen ismertek voltak a csizmadiák, tímárok, korsósok és szűcsök. Dorogi Márton kutatásaiból ismerhetjük meg a kisbunda elkészítésének módját és díszítményeit, valamint a használatának elterjedésének területét. A női kisbunda meglétének említését a mezőtúri céliratokban olvashatjuk. Az első remekbe készült kisbundát 1826-ban készítették. Mezőtúron 61 szűcsmester tartottak számon. Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím és lakjegyzékében 1892-ben szerepelnek a mezőtúri szűcsök. Itt most fel fogom sorolni azokat a neveket, akik akkor benne szerepeltek ebbe a lajstromba. Balogh Sámuel, Bencsik János, Benedek István, Bihari Imre, Borús Sámuel, Bort Lajos, Csató Imre, Dézsi Lajos, Gonda Zsigmond, Györkes Sándor, Helmeci Dániel, Karcsek János, Kun Gábor, Nagy Gábor, Placsek Pál, Rácz András, Kásebestén András, Kásebestjén István, Koszti János, Stanovics János, Sturc Antal, Szabó Bálint, Szonda Mihály, Szonda Sándor, Takács Dániel, Török Antal és Ugrai Péter. Sarkadig, váradig vitték a híres túri bundát, amelynek divatja, mint a szerint is változott. Jelesebb mesterek nem hímeztek, csak írták a mintát. A kisbundán szűcsöknek 5-6 varóasszonyuk volt. Egy gazdagon hímzett bunda hímzése 3 hétig is eltartott. A kunsági kisbunda díszítménye 3-as tagozódású, 5-7 cm széles körbefolyó folyódísz, melyre ráépül a tagoltabb és nagyobb kiterjedésű bokorvirág kompozíció. A túri szűcsök rajtot használtak a csengősor és a hálózás helyett. A díszítmény 2-3 sor, keskenyebb folyóminta, legfelül az 5-6 cm széles várkaszorú zárja keretszerűen. Motívum kincse nem túl gazdag, 3-4 alaformára, rozmarinklevél, bimbó, rózsa, tulipán vezethető vissza. A rozmarinklevél és a bimbó az uralkodó, de gyengébb és egytagúbb kompozícióban előfordul a 8-as vagy gyűszűnyom saskörömmel és bimbózással. Szolnok megyei népművészete könyvből ismerhetjük azt, hogy Helmeci Dániel mezőtúri szűcs 1888-ban készítette azt a kunsági női kisbundát, amelyet a megszokott fekete és barna sejmezés helyett az uralkodó fekete mellett lila és zöld színek élénkítették. Helmeci Dániel vart sok szép rojtos bundát.
A Magyar Iparművészet 12. évfolyam 4. száma említést tesz a debreceni iparművészeti kiállítás kitüntetettjeiről, ahol is két mezőtúri szűcs, Benedek István és Szonda Mihály bronz plakettet kapott 1990. A méltán híres mezőtúri szűcs, Benedek István 1889. 7. hó 26-án született, és 1993. első hó 1-én halt meg. Munkásságát kutatva, az Én utam nem titok, Szolnok megyei Néplap, 1987. júliusi számában olvasható Bálint Judit tollából, itt volt 98 éves Pista bácsi, szűcs volt az apám, Benedek István, sőt Benedek János a nagyapám is. 1901-ben, 12 éves korában, egy évig Erdélyben Déván Gál Géza nevű szűcsnél a divatszabóság egy kis részét elsajátította. Az első 100 zaklatott év, Szolnok megyei Népnap, 1989. 3. hó 17-ei számában Palányi Béla cikkében olvashatunk Benedek István első 100 évéről. Ebben a cikkben látható édesapjának kezemunkája, amit a párizsi nagyközönség is megismerhetett. A szűcsmester 101 éve, mezőtúri és vidéke Krizsán Józsefné cikkéből értesült lettünk róla, hogy Ködmönéért aranyérmet kapott az országos kiállításon. Említett ezt az első tanítványáról, Molnár Antalról, 56-ban kiment Amerikába, Tasnádi Géza, a tanítványa is köszöntötte a mester 101. születésnapján, aki a mesterséget Krajcsek Jánostól és Benedek Istvántól tanulta. Ebben a cikkben olvasható egy idézet, visszamegyek gyermekkorom színhelyére, a Tölcsér utcába, ma Munkácsi Mihály út, ahol felnőttem, megpihenek a kis parkban a Törőmari háza helyén. Ezt a kis parkot 2021-ben a szakkörünk örökbe fogadta. Itt reményeink szerint nem sokáig egy emléktábla avatásra kerül sor, és fölveszi a Benedek István nevet a kis parkunk. Új Néplap, 1991. 8. hó 12-e számában Kis Imréné levele alapján közreadott cikkében a 102. születésnapjáról számol be. Nyakas református vagyok, az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. Új Néplap 1993. első hó 23-a számából átélte, amit a század rászabott, Kisné Mikas Éva tollából. 1932-es országos kiállításon aranyérmet kapott fekete sejjenfonállal hímzett barna írhaködmönéért, aminek a díszítményét maga tervezte, rajzolta és hímezte ki feleségének. E kis bunda később számtalan kiállításon 1989-ben Párizsban is reprezentálta az egykori mezőtúri szűcsmesterséget. A hit adott neki erőt a túléléshez, az újrakezdéshez és vigasztalás a legnagyobb megrázkóztatások idején. 1993. január 1-én 0 óra 15 perckor örökre megpihent a hosszú úttól elfáradt teste. A Benedek családban nincs, aki tovább őrizni, ápolná a mesterségét. Így kihalt a Benedek és a Szőnyi család. Elment, de itt hagyott valamit abból az örökfényből, ami benne ragyogott, egy kis sugarat. Ebből a kis sugárba kapaszkodva a mezőtúri népi díszítőművészet és kézművész szakkor a Szolnoki János Damjanics János Múzeumban található bundája mintakincse alapján textilre dolgozza fel a mintáit. A korábban már említett Helmeci Dániel szűcs által használt lila, zöld és fekete színekkel. 2020-ban a 17. Kárpát-medencei Népi Textil Fesztiválon egy egyszemélyes konyhai garnitúrával pályáztunk, Singliset néven, a zsűri kiállítása méltónak találta munkáinkat. Ezt a garnitúrát kibővítve már egy négyszemélyes konyhai garnitúrával Hornyákné Silla Katalin fazekas népi iparművész, a népművészet is ifjú mestere, tálaló szettjével és Virág Lajosné szőnyegszövő falvédőjével pályáztunk. A
hetedik országos névfűvészeti kiállítás régiós kiállításán Berettyóújfaluban faluban is részt vettünk ezzel a garnitúrával. A kilencedik kitették a szűrét országos szűrátétnemez készítő és szűcsímzés kiállításokon 2021-ben is részt vettünk. Most a tizedik kitették a szűrét országos szűrátét nemezkészítés, hűszínzés kiállításon szerepelnek azok a munkáim, amik még az úgynevezett COVID maradt otthon időszakban volt, és azokat tudtunk most elküldeni, tehát most csoportosan nem készültünk erre a pályázatra. Jelenleg az újvárosi református templomba készítünk egy garnitúrát, amivel a 19. Kárpát-medencei textilfesztiválon szeretnénk bemutatkozni. Röviden én ennyit szerettem volna elmondani. Itt a képen Rácz Andrásnak a Komádiban föllelhető csodálatos bundája látható, ennek a mintakincsét is földolgoztuk. Sajnos komádiak most nem tudtak eljönni erre a rendezvényre, más elfoglaltság miatt. Közben a vetített képeken láthatóak a munkáink, az asztalon megtekinthetőek a eddigi munkáink, legtöbb része a népművészeti zsűri által zsűrizett munkák, vannak próbálkozásaink bőre is hímezni, van még rengeteg kutatnivalónk, tovább gondolni ezeket a dolgokat, tehát szeretnénk minél jobban megismertetni ezt a mintakincset, hogy tovább tudjuk adni. Igen, tessék, mondja Licuka. Jó, akkor szeretettel megkérem akkor Veresné Patkós Ilonát, hogy mint utolsó tanítványa szóljon hozzá. És köszönöm szépen, én ennyit. Először is szeretném megköszönni Erzsikének és a szakkör tagjainak azt az álhatatos munkát, amit folytatnak, amit csinálnak, a kutatásokat. Szeretnék nagy-nagy tisztelettel emlékezni Pista bácsira és az ő munkásságára. Szeretném Erzsikének kiegészíteni a mondandóját azzal, amit én tudok, hiszen személyesen találkoztam Pista bácsival nap mint nap, és tanított engem akár a szakmára, akár emberi tartásra. Nyilván nem szavakkal, hanem azzal a viselkedéssel, azzal az erkölcsi tartással, amit nap mint nap megtapasztaltunk. Nagyon különleges ember volt. Ugye átélt évszázadot, különböző politikai helyzetet, és bizony nem kímélte őt sem a sors. Voltak nehéz pillanatai, amit sikerült neki akár a hitével, akár azzal az erkölcsi tartással átvészelni, hogy továbbra is olyan ember tudott maradni, akinek az akár a életében, akár a halála után nagy nagy tisztelettel lehet csak emlékezni rá. A munkája Szűcs dinasztiába született, így az édesapja még készített ki bőröket Pista bácsi is fiatal korába. Később szakmai tanulmányi útra indult, nagyon sok mindent tapasztalt, tanult, és ő alkalmazkodva a mezitúri igényekhez, ő később már nem, igen, elfelejtettem mondani, hogy tagozódott valamelyest ez a szakma úgy, hogy mezőtúron többnyire magyar szűcsök voltak, akik birkabőrt készítettek ki, és annak a feldolgozását vitték tovább, hímezték, különböző dolgokat csináltak belőle, akár egyszerű, akár míves dolgokat. És volt a
arisztokrata osztály, akik elegánsan, szépen akartak öltözködni, és ehhez a szőrmebundák illettek, illetve erre volt igény. Pista bácsi áttért később, ő német szűcs lett, és nagyon sok csodálatos extra darabot készített, különböző nemes prémekből, aminek a feldolgozása szintén egy hatalmas szakterület. Ezek eresztett kabátok voltak, ami szakmailag azt jelenti, hogy egy bőr végigment akár egy hosszú kabátba is. És ehhez centis, félcentis darabokra föl kellett a gereznát darabolni, és ezt csúsztatási illesztési eljárásokkal újra összevarni. Úgy, hogy mondjuk egy bőr különböző szélességű, az keskenyebb lett, és végigment a bundába. Mivel a szőrhosszúság nem egyforma egy bőrön belül, ezért van ez a szakmai dolog, hogy, és ez a hatalmas munka történetesen egy bundába mondjuk kellett 30 darab bőr, azt földarabolni, és minden bőrnél más ez a csúsztatási illesztési eljárás. Figyelembe kell venni a nyakszőrzetét. Tehát nagyon-nagyon időigényes és precíz munkát igényel. Gyönyörű dolgokat csinált Pista bácsi, még korábban fellelhető volt néha egy-egy darab, amit vendégek hoztak be, vagy alakításra, vagy bővítésre, vagy valamilyen frissítésre. Én a szocializmus 1966-ban lettem tanuló, azelőtt a Rákosi rendszerbe, bocsánat, hogy így említem, de muszáj megemlíteni ezt az időszakot, hiszen nem volt szabad nemes szőrmét például kikészíteni. Börtönbüntetéssel járt, ha valakit megtudták, hogy nemes szőrmét készített ki. Pista bácsi úgy mesélte, hogy ez az úriosztály szétzúzását akarta ezzel elősegíteni, és csak a régi darabokat láttuk, újat már nem volt szabad készíteni. Az én tanuló éveimben csak Panofix alapanyagból dolgoztunk, ami a Pannoniának egy találmánya volt. Birka bőrt vasaltak, nemesítettek és nyírták, és bizonyára mindenki ismeri, hiszen nagyon sok kabát készült, és mezőtúron is. Szép, hordható darabok voltak, meleg, és hát igen, mindenki vágyott a szépre. Ez volt az egyik alapanyag, Irhához szinte nem lehetett hozzájutni. Tehát nekünk a mi éveinkből, így amit a magyar szűcsök képviseltek, nekünk ez kimaradt. És könyvekből, akkor már Pista bácsi se hímzett, nem készített, ő mindig úgy mondta, hogy ő német szűcs lett. És hát később bizony nem kis kihívás volt, amikor az első pézsma kabátomat megcsináltam megrendelésre, mert nem volt semmiféle emléken vizuális kép, amit egyedül szakmai könyvekből néztem ki, hogy kell beszabni a bőröket. Nagyon nagy siker volt, mert volt egy kiállítás a mezőtúri kioszba, és Nutria bundát, meg pézsma bundát állítottam ki, és Pista bácsi még akkor élt. És Jolikától megkérdezte, Pápai Jolikától, hogy ez az én munkáim, mert Pista bácsinak is meglepetés volt, hogy ilyen szép dolgokat sikerült csinálnom, elkészítenem.
Nekem raktáron nem volt így soha kész szőrmekabátom, mindig megrendelésre készítettem. Ugye elég drágák az alapanyagok, kezdetben vadászoknak rókabundákat készítettem, nutriatenyésztők voltak itt a környéken, azokból csináltam kabátokat, rövid kabátot, hosszú kabátot. Egy-két kivétel volt, eleinte írhakabátot is készítettem, azok sajnos nem mindig precíz kikészítéssel készültek, de nem hímzettek voltak, csak festeni és megvarni volt feladatom. Később ajándéktárgyakat készítettem, azokban nagy örömöm volt, így nyáron, szezonon kívül. Most is rengeteg munkám vár még a műhelybe. Van még feldolgozatlan alapanyagom. Volt egy kitérő is, de a műhelyt azt mindig csináltam. Mást is dolgoztam mellette, de a műhely az mindig megvolt. Gondoltam, hogy ha nyugdíjas leszek, akkor majd lesz rá idő, és keftelésből dolgozom. Hát sajnos ez egy kicsit megváltozott, mert a betegségem eléggé megakadályoz, de még reménykedem akár abban, hogy meggyógyulok, akár pedig, hogy be tudom fejezni azokat a dolgokat, amik még várnak rám. Ezt csak azért szerettem volna Erzsikének az ismertetését, beszámolóját kiegészíteni, mivel részben Pista bácsi életéhez, a mezőtúri szűcstörténet, szakmai szűcstörténethez tartozik, a másik pedig, hogy Pista bácsi után is viszonylag kevés hímzett dolog maradt vissza, bár volt neki egy bordó kis hímzett bundája, sajnos nem tudom én se, hogy annak mi lett a sorsa. És volt egy vendégem, akit még szerettem volna Erzsikének felkutatni, volt eltéve neki egy hímzett bundája, amit Pista bácsi készített, de sajnos nem találta meg, vagy kidobta, vagy úgy eltette szegény, hogy még nem került elő, egy idős hölgyé volt. Befejezésül én azt szeretném mondani, hogy gratulálok Erzsikének, és kívánok erőt, egészséget a további munkájához, és mérhetetlen tisztelettel adózom, hogy ilyen kutatást vállalt fel, és nap mint nap teszi hihetetlen ambícióval. És hát külön köszönöm, hogy Pista bácsi emlékét is nem csak szakmailag, hanem egyébként is ápolja, mert bizonyára megérdemli, és talán egy kicsit szégyenkezem is, hogy én ebbe aktívan nem tudtam segíteni. Azon kívül, amit elmondtam, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek jó nézgelődést kívánok, és a szakkörnek pedig további hasznos munkát. Köszönöm szépen! Na hát, köszönjük szépen ezt a sok szép, érdekes információt. Rendezvényünk zárásaként megkérjük Önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk egy kis hímzéshez. Szeretnénk megajándékozni mindenkit egy maga által készített egyedi zsebkendőtartóval. Köszönöm megtisztelő jelenlétüket, és várunk mindenkit egy kis közös hímzésre.